Havi 50 leértékű vásárlási utalványban részesülnek a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek szülei, ha a gyerek rendszeresen jár óvodába, és a család egyfőre eső havi jövedelme nem haladja meg a 284 lejt. A szülők kérvényezés és egy nyilatkozattétel útján juthatnak hozzá a támogatáshoz. A 2015-ös évi 248-as számú törvény értelmében a hátrányos helyzetű családból származó gyerekek havonta, szeptembertől júniusig kaphatják meg azt az utalványt, amelyet szüleik élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, ruháztatásra és tanszerekre költenek el. A jogszabály a Minden gyereket az óvodában nevű program részét képezi, ez az óvodába járást hivatott népszerűsíteni. Az érintett szülők ezekben a napokban kérvényezhetik a támogatást a helyi önkormányzatok szociális osztályán. Igényelhető minden óvodáskorú gyerekre, aki a családban van, tehát több gyerek után is igényelhető ez a juttatás. Fontos az, hogy a leadandó dokumentáció között legyen benne minden gyereknek a születési bizonyítványa. Abban az esetben, ha nagyobb gyerek is van a családban, akkor a személyazonossági igazolványának a másolata, nyilván a szülők személyazonossági igazolványának a másolata, fizetésigazolás, valamint a lakhely igazolás is szükséges. A támogatásban mintegy 100 000 3 és 6 év közötti hátrányos helyzetű családból származó gyerek részesülhet. A szenátus idén májusban egyébként elfogadta azt a törvénymódosítást, amely az óvodai oktatás kötelező vétételéről szól. A tanügyi törvényt módosító tervezet értelmében legkésőbb 2030-ig kötelezővé teszik az óvodai oktatás minden szintjét Romániában, 2020-ig a nagycsoportot, 2023-ig a középcsoportot és 2030-ig a kiscsoportot is.